Décse vagyok. Hello! Géza, máshogyan. Hello! Amikor egy kutya bekerül a rendelő asztalára, teljesen mindegy, hogy hány hetes vagy hónapos, az első feladat az az, hogy megnézzük, hogy van-e benne csip. Csipleolvasó, nyak bal oldalán van mindig, és van benne csip. Ezt onnan tudom, hogy én raktam bele. Mikor? 8 hetes korába. Vagyis ő egy olyan helyről származó kutya, ahol a tulajdonos, a tenyésztő tudja azt a kötelezettségét, hogy mivel ez a kutya el fog tőle kerülni, ezért ezt a kutyát neki tartósan meg kell jelölni. Mert a kuvaszok közül a feketét leszámítva mindegyik fehér. Amit megszoktunk ilyenkor nézni, hogy aki behozza, az tényleg az-e. Vagyis ezt az adatot, ezt a számhalmazt, ez a 15 számot, egy PetVet Data nevű rendszerbe beütjük, és az alapján meg tudjuk állapítani, hogy ez a chip ez regisztrálte, illetve melyik tenyésztőhöz vagy tulajdonoshoz tartozik. Ha a kutya nincsen chipezve, akkor nem ijedünk meg, tájékoztatjuk a tulajdonost, hogy egy láncszem hiányzik a kutyából, ami nem is láncszem, de a kutyatartással kapcsolatban egy fontos tényező kiesett a rendszerből, nem azonosítható ez a jószág. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy minden kutyának az orrtükrének a lenyomata olyan, mint az új lenyomat, igen, de senki nem rohangál a zsebébe egy orrlenyomatos matricával. Ha nincsen benne chip, akkor ezt a chip behelyezéshez pótolnunk kell, legkésőbb akkor, amikor a kutya veszettség elleni oltásban részesül, ez 3 és 4 hónapos kor között kell, hogy bekövetkezzen. A másik barátunk a vizsgálatnál a hőmérő, nem ide tesszük, hanem egy mágikus helyre, és megmérjük a kutyának a hőmérsékletét. Minden egyes klinikai alapadatot föl kell vennünk. Mi ez a klinikai alapadat? A légzés, a szívverésszám vagy pulzusszám és maga a hőmérséklet. Ez 39 fok, teljes mértékben láztalannak számít. Elővesszük a fonendoszkópot és meghallgatjuk a mellkast. Bal oldalt a szívvel, ahol egy valódi szívtompulat van. Meghallgatjuk jobb oldalt. Közben megszámoljuk a frekvenciát, és hogy nagyon precízek legyünk, ezt együtt számoljuk az artéria pulzálásával. Ez azért fontos, mert a pulzusszám és a szívverésszámnak azonosnak kell lenni. Ezzel végeztünk, meghallgatjuk a tüdőt, több helyen. Nagyon fontos, hogy így nem hallunk semmit. Vagyis, hogyha az állatorvos így vizsgálja a kutyát, akkor valami nem stimmel. Orvosok is így szokták csomószor a gyereket. Semmi baja. Ez legyen bent a fülbe. Meghallgatjuk jobb oldalt. Meg kell hallgatnunk a légcső fölött. És a GG-nél. Meghallgatjuk, hogy van-e bélmozgás. És miután ezzel végeztünk, jön a további vizsgálat. Megnézzük a nyirokcsomókat, belenézzünk a szájába, megnézzük a fogait, megnézzük, hogy hogyan zár az állkapocs, behúzod a nyelved, úgy van, bocsi, megnézzük a kötőhártyákat, megnézzük szemből, hogy a szemhéj az lóg, nem lóg, szimmetrikus az arc, Décse, ránézel. Fölállítjuk, áttapintjuk a hasat, először egy felületes tapintás, majd egy mély tapintás.
Megnézzük, hogy lépmegnagyobbodás, máj, fájdalom, van-e, vesék tapinthatóak-e. Hátra jövök, megnézem, hogy a húgyhólyag mennyire telt, van-e az egyenesben bélsár, és hátul is vannak nyirokcsomók, ezeket is meg kell néznem, hogy van-e megnagyobbodás. Itt jobb oldalon van egy icipicike nyirokcsomó megnagyobbodásunk. Megnézzük, hogy a tartása milyen, hát mennyire ruganyos, fejmozgások. Úgy van. És ezt meg tudjuk csinálni nem csak passzívan, hanem aktívan is, akár egy falatnak az óra elé tételével meg tudjuk nézni, hogy hogyan mozog. Másik vizsgálat, neurológiai vizsgálat, idegrendszernek a vizsgálata. Meg kell néznünk, hogy a kutya ezt a fajta mozdulatot mennyi idő alatt oldja meg. Ennek azonnalinak kell lenni, vagyis a kutya normális körülmények között nem áll lábfejen, nem balerina. Megnézem, hogy át tudom-e rakni a végtagot, hogyan helyezi, és amíg ő még kicsi, tudok vele vigéckedni, tudok oldalra léptetni kutyát. Tudok asztalra léptetni kutyát. És ezek azok a dolgok, amikkel én töviről hegyére, szőrét, a bőrét, mindenét átnéztem. Vagyis a teljes kutya szervrendszere nagyjából mindent érintve fizikális vizsgálattal átnéztünk. Ha ezt egészségesnek találtuk, akkor fogjuk a kutyát oltani. Miért fontos ez? Minden oltásnak vannak mellékhatásai, minden oltás vált ki reakciót, és az egyik legfontosabb oltásnak a reakciója az a helyes immunválasz. Ha a kutya beteg, bármi baja van, akkor onnantól kezdve az oltásra való válasz az nem lesz megfelelő, vagyis hiába szurkálom a kutyát, pontosabban hiába hiszem azt, hogy beoltottam, a kutya csak szurkálva volt, és nem fog jó immunválaszt kiadni, mert nem egészséges. Ahhoz, hogy meggyőződjek arról, hogy ő egészséges, sajnos ezt az egész procedúrát az állatorvosnak el kell végeznie, és ilyenkor mi nyugodtak leszünk, hogy igen, a kutyán megfelelő helyen és időben kapta meg az oltást. Ami fontos még, a nemi jelleg, ami ilyen fiatal korba nem mindig mondható meg, viszont vannak elsődleges és másodlagos nemi jellegek. Az elsődleges nemi jelleg mindenkinél, ugye a hímnemnél a herék és a pénisz, a női nemnél pedig a női nemi szervek. Ez a péra, ami viszonylag egyszerűen vizsgálható és nézhető, kutyánál pedig meg kell győződnünk arra, hogy a herék azok leszálltak-e, vagyis nagyon finoman alányulva egy golyó, két golyó, ennek örülünk, ha több van, annak nem örülünk, ha kevesebb, akkor megint nem örülünk, vagyis most a kettes szám a jó. És van egy péniszünk, amit szintén meg kell vizsgálni nagyon sokszor. Egy dolog van, a tulajdonosok nem mindig jönnek erre rá, hogy a kutyának pénisze van, és az idővel merevedést is tud csinálni. És a kutyák péniszénél ezen a helyen merevedéskor két dió méretű képlet, kutya méretétől függően természetesen tud kialakulni. Ez azért van itt ezen a ponton, mert ez fixálja a szukába a kant, vagyis ezért van az, hogy jaj, ezek összeragadtak. Vagyis nem kell megijedni, ez vissza fog húzódni, ha az izgalom elmúlik.